Befejeződött az egykori Petőfi mozi felújítása, a kultúrtanszék 130 millió forintos önkormányzati forrásból valósult meg. Az egyetemi klubot a városvezetők, a felsőoktatási intézmények, illetve a hallgatói önkormányzatok képviselői vették birtokba. Aki egyetemista volt, főiskolás volt, az pontosan tudja, hogy ez hozzátartoznak a tanulással töltött előadások, szemináriumok, az éhák, a megmérettetések, a vizsgák, de ugyanúgy hozzátartozik a mosoly, a jókedv, a szórakozás, akár hétköznap esténként is, ehhez pedig hely kell. Úgyhogy egyszerre kell a kampuszt fejleszteni, és azt hiszem, hogy egyszerre kell azokat a szórakozási lehetőséget is megteremteni, akár napközben, akár este pedig jó kikapcsolódást nyújtanak a fiataloknak. Ezt gondolom, hogy a Petőfi Páv az ilyen lesz. Ez egy olyan egyetemi klub, ami egyrészt egy értéket, egy hagyományt ment meg, hiszen a Petőfi mozi épületét meg tudtuk menteni a kultúrának, nem ment az enyészetnek, nem lesz belebontva, nem épültek ide lakások, hanem most ezt egy városi beruházásként átadhatjuk a fiataloknak, és én abban bízom, hogy ők pedig megtöltik élettel a következő hosszú-hosszú években, kialakulnak a hagyományok, amelyek az egyetemi városokat jellemzik, és ezekben a hagyományokban sok minden olyan lesz, ami ehhez a házhoz fog kapcsolódni. Mindahogy valljuk be, mi fiatal korunkban is nem biztos, hogy egyetemistaként, főiskolásként, lehet, hogy már középiskolásként, vagy fiatal felnőttként jártunk ide moziba egy-egy jó filmet megnézni, néha nem a filmet. Én azt gondolom, hogy ez így lesz most is a következő évek, évtizedekben. Itt sok barátság, sok szerelem fog szövődni, és ez a világrendje. A hallgatók számára kivételes lehetőséget biztosít a Petőfi Kultúrtanszék a szórakozásra. A 21. században természetes koncertek, kiállítások várják a hallgatókat egy a számukra kialakított közegben. Ez valóban egy nagyon komoly mérföldkő a székesfehérvári felsőoktatás számára, a diák élet szempontjából. Mert ha belegondolunk, akkor ugye minden Budapestről szól. A középiskolás diákoknak a nagy része ugye úgy választ pályát, hogy ő nekik már pedig fel kell menniük Budapestre tanulni. Azt még nem tudják, ugye, hogy milyen szakra, mit tanuljanak, mi lesz belőlük, ugye, ha kikerülnek a nagybetűs életbe, de meg vannak győződve róla, hogy Budapesten kell tanulni, mert hát ott ugye a hallgató élet az valami fantasztikus, hatalmas bulik vannak, a szürke hétköznapokat is be lehet tölteni élettel, és most ilyen téren is próbáljuk felvenni a versenyt, és ami fontos, egy olyan helyen próbáljuk felvenni a versenyt Budapesttel, ami hát a nevéből is adódik, Petőfi Kultúrtanszék, tehát hogy nem csak mainstream rendezvények, hanem kulturális rendezvényeket is próbálunk behozni ide a székesfehérvári közéletbe, ahol megtalálja magát, otthon érzi majd magát a lehető legtöbb diák, aki kulturális rendezvényekre akar jönni, akár aki egy diszkóba, könnyű zene, komoly zene, mindent próbálunk majd ide elhozni, és ez csábító lehet mindenki számára, hogy fellendüljön itt a hallgató élet, még több diák szeressen itt tanulni majd Székesfehérváron a felsőoktatásban. Mészáros Attila a polgármester, aki a városvezetés részéről gondozta a projektet, elégedetten nyugtázta a kultúrtanszék megnyitását. Nagyon fontos úton indultunk el néhány évvel ezelőtt, amikor az egyetemi fejlesztéseket elindítottuk, és ebben nagyon komoly partnereket találtunk, hiszen a már meglévő Kodály János főiskola mellett ugye intézmény összevonásokból megalakult az önálló műszaki kar Székesfehérváron, ami nagyon fontos a város ipara szempontjából, és az, hogy az ország legnagyobb és a legjobb minőségű gazdasági egyeteme, a Kórnész Egyetem itt nyitotta az első székesfehérvári kampuszát, ez is nagyon pozitív és előremutató a város jövője szempontjából, és nagyon-nagyon fontos, hogy a Székesfehérvár életében a felsőoktatás folyamatosan fejlődjön, ehhez pedig nem csak a oktatási épületekre van szükség, és abban a kiváló szakemberekre és a tudás átadásra, hanem fontos, hogy legyenek olyan helyek, ahol a fiatalok a szabad idejüket el tudják tölteni, és közösen tudnak szórakozni, és közös programokat szervezni. Ezért is döntöttünk úgy, hogy a Petőfi mozi épülete, amely a belváros egyik legpatinásabb épülete, mindenképpen szerettünk volna kezdeni valamit ezzel az épülettel, és azt gondolom, hogy kiváló ötlet volt, hogy ezt egy egyetemi klubbá alakítsuk át. Több mint 120 millió forintot költött erre az épületre az önkormányzat, én nagyon bízom benne, hogy megszeretik a fiatalok, és valóban megtöltik programokkal, szórakozással, beszélgetéssel, különböző
programokkal, hiszen az épület többszintes, több kisebb terem is áll a fiatalok rendelkezésére, a tekintetben, hogy akár hőgyűlésektől elkezdve kisebb előadásokon keresztül szemináriumot, vagy apán éppen délután valaki beül és itt tanul, tehát mindenre nyitott és lehetőség van ebben az épületben. Úgyhogy én bízom benne, hogy a fiatalok igazi otthona lesz a Petőfi Kultúrtanszék. A megnyitón a Kodolányi Főiskola képviseletében megjelent Vízi László Tamás rektor helyettes is kiemelt fontosságúnak nevezte a megújult intézményt. Csak gratulálni lehet a Székesfehérvár városának, és megköszönni azt a munkát, hogy ezt a gyönyörű épületet, ezt az egykori patinás mozi épületet, amely sok ma idősebb székesfehérvárinak jelentette a fiatalságát, most azoknak a fiataloknak a rendelkezésére bocsátja, akik Székesfehérvárat választották a felsőoktatás szinteréjéről. Györök György, az Óbudai Egyetem dékánja úgy fogalmazott, a kultúrtanszék olyan kulturális otthont nyújt a hallgatóknak, amely része az egyetem Albarégia műszaki kara és Székesfehérvár városa között megvalósult kapcsolatnak. Meggyőződésem, hogy ez egy annyira gáláns kezdeményezés a város részéről, részint integrálja az itt meglevő felsőoktatási intézmények diákságát, és egy olyan önálló, összekovácsoló kovásza lehet ez a fehérvári diákoknak, amely mindenképpen magasabb szintre emeli fehérvári diák életet. Zébauer Márta rektor helyettes is üdvözölte a közösségi tér megvalósítását, amely újabb lépcső lett Székesfehérvár a felsőoktatás városa megteremtéséhez. Gyönyörű a kialakítás, igen, igényes minden, gyönyörű. Szerintem minden szinten találnak a hallgatók megfelelő szórakozási lehetőséget. A Facebookon fönn van a program, igen, kecsegtető az egész szemeszterre előre, tehát reméljük, hogy jól fognak szórakozni a hallgatóink.